Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Varga Szintia vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Tolnai közgyűlés. Több projektről döntöttek. Bemutatásra kerül az új darab. Világpremiér decemberben. Felker Dániel Ivó, tűzoltó. Bemutatkozik a Tolnai Gimnázium. Több fejlesztésről döntöttek a Tolnai közgyűlésben. Többek között a Mözsi óvoda elé parkoló épül, és a Deák Ferenc utcáról a sporttelepre vezető út felújítására is sor fog kerülni. A beruházások mellett az önkormányzati dolgozók egyszeri plusz támogatása is napirenden volt. A tolnai testületi ülésen több fontos projektről is döntöttek. Kivitelezők választásáról és a beruházások ütemtervéről szavaztak a képviselők. A döntéseket egyhangúan fogadta el a testület. Fontos, hogy ne legyenek politikai viták a város előrehaladása érdekében, mondta Apelszófer Ágnes, Tolna polgármestere. Döntöttünk arról, hogy a Mözsi óvoda elé parkolót építünk. Végre megvan az engedély, megvan a terv, úgyhogy minden szakhatóság ezt jóvá hagyta, úgyhogy lefolytatjuk az eljárást, és én nagyon bízom abban, hogy még ebben az évben a Mözsi óvoda előtt parkoló fog létesülni. A Tolnai Tűzoltóság és a Tolnai Kulturális Központ kéréssel fordult hozzánk, ugyanis a Kulturális Központnak a Mözsi Művelődési Háza bár néhány éve felújításra került, de a padlót elkezdték felcsiszolni, felpuposodott a padló, és amikor megbontották, akkor derült ki, hogy nagyobb a baj annál, hogy csak a padlók cseréje elegendő volna. Úgyhogy mintegy 8 millió forintot biztosítunk ennek az épületnek a kijavítására, vagy ennek a problémának a javítására. Nagyon sajnálatos viszont az, hogy úgy tűnik, hogy ebben az évben ez nem tud megvalósulni, hiszen betonozásra is szükség van, a betonnak meg kell kötnie. Ez az idő, ez nem feltétlenül ideális erre, de hát a probléma az most merült fel, és nagyon fontos, hogy ezt is meg tudjuk oldani. A Deák Ferenc utcáról a sporttelepre vezető út felújítására is sor fog kerülni. A beruházásokon túl az önkormányzati dolgozók és juttatásban részesülnek, mondta a polgármester. Minden olyan önkormányzati és önkormányzati intézményben, illetve a Trena Kft-ben dolgozó egyszeri támogatásban részesül, aki akár egész évben, akár tört évben itt dolgozott ezeknél a hivataloknál, illetve intézményeknél. Ez egy gyakorlatilag a kafetéria összegnek az éves egyszeri kifizetése lenne. Ez jellemzően ilyen 87 ezer forint nettó, amit szépkártyára utalunk. Én azt gondolom, hogy minden módon támogatnunk kell a munkavállalóinkat, hiszen nyilván a rezsiáremelkedés és az áremelkedés, az infláció mindannyiunkat érint, ugyan igyekeztünk béremelést még az év elején béremelésről dönteni, de tudjuk, hogy nagyon megterhelő nem csak a munkavállalóinknak, hanem másoknak is, úgyhogy mi rajtuk tudtunk segíteni ilyen módon. A csapadék víz elvezetése is fontos, megoldandó ügy a város számára. A Vásár téren, a Deák Ferenc utcáról a sporttelep felé levezető nagy árok, ami egy gyűjtő árok, tehát ami akár az úttestről, akár a zárt csapadék víz elvezetőkből levezeti a vizet. Ez egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő árok, úgyhogy most ezt előre vesszük, és most arról döntöttünk, hogy keresünk három kivitelezőt, akitől majd a gazdasági bizottság ajánlatot fog kérni. Én nagyon bízom benne, hogy bár most is ilyen esős idő van, de hogy ezt minél előbb meg tudjuk valósítani, és azt a problémát, amit az ott élők már évek óta jeleztek, azt minél hamarabb meg tudjuk oldani. A beruházások többsége 10 millió forintnál kisebb értékű. Új műsort próbál a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar. A koncerten egy kortárs spanyol zeneszerző darabját is játsszák, aki a tervek szerint a helyszínen hallgatja majd meg a művet.
spanyol zeneszerző darabját adja elő a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar decemberben, melynek lázas előkészületei már megkezdődtek. A közös együttműködés az úgy jött Andrés Álvarezzel, hogy tavaly voltunk Valenciában a fúvózenekarral egy zenekari versenyen, és a versenyt követően megkeresett, hogy szeretne velünk együtt dolgozni, és akkor elkezdtünk ötletelni, hogy milyen tematikában alkossunk közösen egy darabot, és mindenképpen magyar vonatkozású művet szeretett volna készíteni. És hát hosszas keresgélés után a Mátyás királytól István király, meg mindenféle történelmi személyeken át jutottunk el oda, hogy egy ilyen sámánisztikus darab fog készülni a Táltos címmel. A bemutatóra a Tolnai Kulturális Központba kerül sor, amit a világon először itt hallhat majd a közönség. December 9-én, hát most már hagyományosan megrendezzük a zenekar adventi hangversenyét, és itt fogjuk bemutatni a művet. A koncerten olyan különleges hangszerek is helyet kapnak, mint a sámán dobok, amik a keretes dobok kategóriájába tartoznak. Körülbelül 50-en leszünk, de írt a zeneszerző bele csellókat is, meg bőgöt, úgyhogy kell pár vonós kisegítőt is hívnunk a darabhoz. És ami nagy különlegessége, hogy táltos dobokon fogunk játszani, ami egy külön problémát okoz, hiszen ezeket elvileg tűz mellett kell melegíteni ahhoz, hogy úgy szóljanak, ahogy kell. Ezeknek a különleges doboknak a beszerzése sem könnyű feladat, ám Tari Gergelyéknél szerencsére ez is könnyen megoldódott. Én beszéltem a Kecskeméti Hangszermúzeumnak a tulajdonosával, hogy honnan tudnánk ilyeneket szerezni, meg így elkezdtem kutakodni, és kiderült, hogy a feleségemnek van fönn a padláson 3 darab, úgyhogy viszonylag gyorsan sikerült beszerezni. Az előadás előtti izgalmakat csak fokozza, hogy a világpremiéren maga a zeneszerző személyesen fog megjelenni. Most rövid reklám következik, utána bepillantást nyerhetnek a Tolnai Tűzoltóság életébe. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium a 2024-2025-ös tanévben is várja leendő diákjait. A továbbtanulás előtt állóknak 4 és 6 év folyamos képzést, emelt óraszámú angol vagy német nyelvoktatást kínálunk. Korszerű környezet, felkészült pedagógusok, családias légkör, remek közösség. Legyél te is részese! Ha vasárul, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna.
Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varrat nélküli csövek, bortás betonacélok, HD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Baja és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. 31 évesen már tűzoltó parancsnok. Bemutatjuk Felker Dániel ívót, és rajta keresztül egy kicsit bepillanthatunk a tolnai tűzoltóság életébe is. Jelen pillanatban Faddon élek, de tolnaiként éltem le életem ugye nagy részét, ezt a 31 évet. 2010-ben érettségiztem a Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolába. Ott 2012-ben tettem le a mezőgazdasági technikusi végzettséget. Hát utána kiléptem a felnőtt életbe, úgymond. Elkezdtem dolgozni benzinkuton, utána folytattam a tolnai sejemgyárban, mint felvetőgépkezelő, és 2017. szeptemberében szereltem fel ide a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóságra, mint beosztott tűzoltó. 2018-ban elvégeztem Budapesten a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban az alapfokú tűzoltó tanfolyamot. Egy időben elvégeztem a C-kategóriás jogosítványt. Így, mikor visszatértem ugye Pestre az iskolába, akkor gépjárművezetőként szolgáltam tovább, utána megszereztem a szükséges tűzoltásvezetői papírokat, és 2019-ben azt hiszem akkor lettem kinevezve parancsnok helyettesnek, és idén szeptember 1-től pedig megbízott parancsnok vagyok a Tolnai Tűzoltóságnak. Fura ezt így kimondani, de gyerekkori álom volt, tehát minden gyermek tűzoltó akar lenni, vagy rendőr, vagy katona. Általános iskolában voltak ilyen tűzoltó szakkörök, akkor én már jártam ilyen diák tűzoltóként versenyekre, akkor már megtetszett, és 2017-ben az itt dolgozó kolléga fölhívott, hogy lenne kedvem jelentkezni, jelentkeztem is, sikerült. A szolgálati 24-48-ban van, tehát egy 24 órát vagyunk szolgálatban, illetve az a 48 óra, az a két nap az pihenő, ezt mindenki eldönti saját maga, hogy családjával tölt, kirándul, vagy éppen otthon maszekol, vagy dolgozik, vagy a hát elméletileg én ugye 8 órás lennék, de sajnos még nincs helyettem egy sofőr, úgyhogy így én szolgáltat is adok, és illetve irodán is vagyok. Nem kimondottan csak Tolnára vonulunk, hanem közénk tartozik Bogyiszló, Fácánkert, Fad, illetve Dombori. Az M6-os autópályából egy nagyobb szakasz, illetve az M9-es autóút a Szent László híd közepéig, plusz még ugye mellékutak, 6-os számú főút, tehát elég nagy a terület, ahol vonulunk. Tavalyi évben 196 riasztásunk volt, ebbe voltak ugye a téves tűzjelzők is, műszaki mentés, viharkár, illetve tűzesetek. Idén tartunk 218-nál, azt hiszem. Tehát megdöntöttük a tavalyi rekordunkat, sajnos. Ebben nagyon sok volt idén a viharkár, tehát ez kétszer történt, meg egyszer februárban, egyszer pedig azt hiszem a nyáron. Itt volt, hogy napi 14 riasztás volt a szolgálatnak. Ha tényleg sikerül azt a munkát elvégezni, természetesen mindig sikerül, csak nem mindegy, hogy egy melléképület ég le, vagy egy teljes lakóház. Tehát azért a tűzoltónak egy nagy siker, ha egy kisebb tüzet már meg tud úgymond akadályozni, hogy nagyobb legyen. Ez nem egy munkahely, legalábbis akik itt vannak nálam, hanem egy baráti társaság, úgymond egy család, tehát összetartóak vagyunk. Tehát bárkinek bármi problémája van, azt megpróbáljuk megoldani, vagy segítség kell, akkor elmegyünk és segítünk. Van egy parancsnok, elvileg van egy parancsnok helyettes, aki sajnos ugye én voltam, tehát most nekem jelen pillanatban nincsen. Ugye egy szolgálatban 4 fő van, van egy szolgálatparancsnok, aki úgymond
a tűzoltás vezetéséért, illetve a műszaki mentés vezetéséért felel. Van kettő beosztott tűzoltójuk, ugye a hátsó sorosak, és van egy gépelmű vezető, aki ugye jogosítvány, illetve a pályalkalmassági vizsgával rendelkezik. Van egy 40 órás tanfolyam, ez egy 4 szombat, illetve egy vizsga. Ez egy nagyon alapvizsga, de egy alapot ad a tűzoltó szakmáról, úgymond. Azzal 40 órással lehet jönni szolgáltat adni, illetve ez a 40 órás, ugye ez jó az önkénteseknek, tehát sőt kell is nekik, tehát ebben a 40 órás végzettséggel bárki lehet úgymond önkéntes tűzoltó is, és segítheti a munkánkat. Vannak ugye képzéseink, így úgymond tűzoltóságon belül ki van írva egy oktatási tematika egész évben, tehát minden napra van valami kiírva, tehát most mondok példát, tehát hogy erdőtüzek oltása, akkor másnapra egy olyan, hogy csarnok jellegű épületek oltása, tehát minden napra úgymond van egy tematikánk, azt mi át szoktuk beszélni egymás közt. Én tervezek itt, terveznék innen elmenni nyugdíjba, remélem sikerülni is fog. Remény és jövő. Ez a jelmondata a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumnak. A következő percekben bepillanthatunk az iskola életébe. Barátoktól, ismerősöktől sok jót hallottam az iskoláról, hogy a tanárok mennyire odafigyelőek, és mennyire jól végzik a munkájukat, és hogy mennyire jó emberek járnak ide, úgyhogy igazából ez volt az, ami megfogott. Eljöttem a nyílt napra, ahol sok hasznos információt megtudtam, és akkor már végleg eldőlt, hogy én ide fogok jönni. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium, mint minden évben, idén is megnyitja kapuit a továbbtanulás előtt álló általános iskolások előtt. Emellett november 25-én általános tájékoztatónapot tartanak mindazoknak, akik a gimnázium iránt érdeklődnek. A pénteki napokon a gyerekek órákat is látogatnak, tehát lesz betekintési lehetőségük megnézni azt, hogy milyen élet folyik itt a gimnáziumban. Tehát ez úgy működik, hogy reggel 8 órától lesz egy általános tájékoztató, majd a második órától egészen az 5. óráig be lehet menni, szinte bármilyen órát meg lehet látogatni. A középiskolai jelentkezéskor a központi írásbeli vizsga szerzett pontszámait és az általános iskolai hozott pontszámokat együttesen veszik figyelembe. Az írásbeli vizsga felkészüléshez az iskola is ad kapaszkodót. Egy magyarból és matematikából központi írásbeli kell részt venni a gyerekeknek. Ezzel kapcsolatban mindjárt meg tudom jegyezni azt, hogy teljesen ingyenes felkészítő foglalkozásokat tartunk mind a két tantárgyból. Ez szerdánként lesz, mégpedig 5 órától kezdődően, amíg el nem fáradnak a gyerekek. Ezt órában most nem tudom megmondani, mennyi ideig tart, mégpedig úgy, hogy egészen a felvételiig 2 hetente váltásban, tehát az egyik héten matematika, a másik héten magyar felkészítőt tartunk. Ez online foglalkozás lesz, tehát Zoomon keresztül, úgyhogy, és természetesen külön lesz a 7. évfolyamosoknak, illetve a 9. évfolyamosoknak, és aki ezen szeretne részt venni, az 2 helyen is jelentkezhet nálunk. Az egyik az iskolának az e-mail címe, ez a gimi@tolnaigimi.hu, a másik pedig a telefonszám, az a 74-es körzet 445-71-es számon, és aki jelentkezik, az visszajelzést is fog kapni, hogy mikor kezdődik ez az egész. A gimnázium 4 és 6 év folyamos képzést kínál, a diákok tanulmányaik alatt 2 választott idegen nyelvet sajátíthatnak el. 2 képzési formája van az iskoláknak. Van a fő profilunk a 6 év folyamos képzés, ami borzasztóan sikeres, nagyon jó eredményeket tudunk produkálni, nagyon jó gyermekeket tudunk megszerezni ehhez az iskolához, és nagyon szépen tudunk velük haladni. Nem kevésbé fontos természetesen a 4 év folyamos képzésünk is. Mindkét képzési formánál az az elsődleges szempont, hogy továbbtanulás. Tehát elsősorban azokat a gyerekeket várjuk, akik tovább tanulni szeretnének valamilyen felsőoktatási intézménybe, de természetesen, ha valaki csak érettségit szerez, és utána szakmát tanul, technikumban egy,
azok is bátran jöhetnek hozzánk. Mikor bejut hozzánk egy gyermek, akkor 6 év folyamosban, akkor 2 évig csak egy idegen nyelvet tanul, emelt óraszámban, illetve 9. évfolyamtól kezdődően van második idegen nyelv is. Ebből kifolyólag, hogyha egy 4 évfolyamos gimnazista beiratkozik hozzánk, akkor már mindjárt úgy kezdi, hogy első idegen nyelv is kell választani mellé egy második idegen nyelvet is. A végén, tehát most átszerveztük egy kicsit a tantervünket, és a végén, tehát az utolsó években emelt óraszámban tanulják főleg ezeket az idegen nyelveket, tehát elsősorban azokat, amiket elsőként választottak. Ami nyelveket lehet nálunk választani, az a német és az angol, ez a két fő nyelvünk, illetve még olaszt lehet hozzá választani. Az idei tanévben 285-en tanulnak itt, évfolyamonként egy-egy osztályon, ez alól a jelenlegi végzős 6 évfolyamos képzés a kivétel, ahol 2 osztály működik. A létszámból adódóan a légkör családias. Én szekszárdi vagyok, szóval bejárok, úgyhogy teljesen új embereket ismertem meg, és így 6. évre nagyon közel kerültek hozzám, legjobb barátaimnak is nevezhetem őket. Úgyhogy ez nagyon jó. A gimnáziumban a tavalyi érettségi átlag és a tanulmányi átlag is 4 egész feletti volt. Az iskolai eredmények kiemelkedőek, legyen szó tantárgyi versenyekről vagy sport megmérettetésről. Nagyon sok versenyeredményünk van matematikából, amit szintén emelt óraszámban tanítunk, illetve általában, sőt minden évfolyamon csoportbontásban tanítunk. Magyar történelem, ahol mód is lehetőség van, illetve ahol sok gyerek van éppen az évfolyamon, akkor azt csoportbontásba tanítjuk. Digitális kultúrát próbáljuk még csoportbontásba tanítani. Hát ezek igazából amik számítanak. A testnevelés tanárunk remekül végzi a munkáját, vele jártunk atlétika versenyekre, most holnap is lesz itt egy diák olimpia Szekszárdon, és igen, vele ő felkészít minket, támogat, mindig hozza a versenyeket, és díjaznak is minket ezért, ami nagyon jól esik, hogy elismerik a munkánkat. A diákok és a pedagógusok közötti személyes napi kapcsolat és a tapasztalt, összeszokott tantestület is hozzájárul a jó légkörben zajló munkához. A mi kollektívánk borzasztóan egységes, nagyon jó hangulat uralkodik, rengeteg dolgot oldunk meg közösen, kirándulások, nyílt napok, rendhagyó órák a Dunaparton, Oktoberfest itt az iskolában, tehát a németes tantestület németes része beöltözik odavalósi népviseletbe, és egy kis műsorral, egy kis szórakoztató élménnyel megvendégel minket. De a szalagtűzőt is említhetném, ahol nagyon jó hangulatban tudunk egymással szórakozni. A gimnázium festői környezetben az egykori laktanya felújított kaszárnya épületében működik. Az udvaron rekordtámpálya, foci és kosárlabdapálya és további létesítmények is szolgálják az oktató-nevelő munkát és a közösségi programokat. Talán a megyének az egyik legszebb iskolájáról beszélünk, és ez itt nem csak egy iskola, hanem tehát ez az 1800-as évek végén épült lovassági laktanya lett átalakítva iskolává, de még egyszer mondom, nem csak iskola található itt, van egy régen lovardaként használt, most már sportcsarnok, illetve színházteremként használt épület. Van egy magtárunk, ahol a könyvtár található, illetve különböző rendezvények. Van egy játszóház, van egy járási tanúszoda, úgyhogy egy ilyen 50-60 méteren belül teljesen megoldható mindenféle fajta oktatással kapcsolatos történet. A patinás épület méltó otthona mindazoknak az értékeknek, amelyeket ez a középiskola közvetíteni, átadni kíván az itt tanuló, és majd innen évek múlva elballagó gyerekeknek. Én idén biológia és kémia fakultációt vettem föl. A célom az mindenképpen a biológia irány, állatorvos vagy biológus. Engem igazából ez érdekel, és remek tanárokat kaptam szerintem, mind biológiából, mind kémiából, akik nem csak a tananyagot adják le szárazon, hanem pluszt adnak hozzá személyiségükkel. Engem nagyon érdekelnek a művészetek, úgyhogy örülnék, ha MOMÉ-ra be tudnék kerülni. Nyilván nehéz dolog, de a BGE külkereskedelmi kara is érdekel, úgyhogy igazából
ezek a dolgok. A megszerzett tudás, a kölcsönös tisztelet és a közösségi összetartozás élménye egyaránt belekerül abba a képzeletbeli tarisznyába, amelyet a végzős diákok a ballagáson vállukra akasztanak és magukkal visznek. Egy csomó barátot szereztem itt. Nagyon sokat tanultam. Nagyon jó tanároktól tudtam tanulni, és még tanulok is. Én nagyon élveztem egyébként, meg élvezek is ide járni még a mai napig. Nagyon sok támogatást kaptam, szinte egyébként az összes pedagógustól itt. Nagyon figyelnek arra egyébként, hogy a diákok jól érezzék magukat. Egy tök jó egyébként, hogy észrevették, hogy mi az erősségem, hogy mit szeretek, és akkor abban segítenek, vagy ha gyengébb vagyok valamiben, akkor még jobban támogatnak, és szeretnék, hogy jó eredményeket érjek el. És ez igaz az összes diákra egyébként. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!